Sziasztok, én Spika Dani vagyok. Én meg Marinho 89. Hát a mai napot csodálatosan alakul, ugyanis már negyedjére vesszük fel ezt a videóanyagot. Igen, sok malőr után. Hát reméljük most már tökéletes lesz ez az egész. Ez egyik kedves nézőnk videóját fogjátok látni, aki az AMX 500-zal a francia TL8-as heavy tankkal fog játszani. Egy egészen fantasztikus csatát. Igen. És ellenben pályán van éppen normál csatában, top tierként, ilyenkor az csak ott elvárja, hogy aki a top tier, az menjen előre, és úgymond az első sorból tevékedjen, fogja fel a lövéseket, állíts meg az ellenfelet. Na ez az, amit az AMX 500-zal nem lehet megtenni. Úgy általánosan jellemző az egész AMX vonalra, hogy tulajdonképpen nem heavy tankként kell őket kezelni, és szabad, hanem medium tankként, hiszen páncélzatok nagyon gyenge, viszont igen gyors tankokról beszélünk. Igen, nagyon mozgékonyak, nagyon jól fordulnak, nagyokat is sebeznek, ő is dobtárosok, egyszerre a tövedék alattában, amit másodpercenként ki is tudja lőni, és egy lövése 300-at sebez kb. Úgyhogy egy támadással egy másik 8-as tankot ki is tud szenni. Úgy van, nagyon remek kis tankról beszélünk, csak meg kell tudnunk, játszani. Ugyanis nem szabad vele előre rohanni sehova. Igen, aki nagy heavy játék stílus, annak ez a tank nem való, hiszen nem lehet csinálni, de csak még jönként szabad használni. Most annyit még el kell mondanunk, hogy Otep, akinek a meccsét most nézzük, másfél skill-es legénységgel vágott neki ennek a csatának, és azokból a skill-ek közül csak és kizárólag a 100%-os Brothers in Arms, tehát a zelit alapulat működik, illetve néhány apró kiegészítő, ami még nem érte el a 100%-ot. Így van, mi például a parancsnok a 6. érzék, ugye mi nem 100%-ot, mert csak idejének kb. 50-60%-os volt, így az most annak a használatát nem tudja élvezni. Ventilátort, célzásgyorsítót, illetve stabilizátort használ a tankján, ami talán egy kicsit hátrányt jelent, hogy nem használ töltésgyorsítót, ami 48 másodperces újratöltési időn azért elég is segítene. Közben felfelezt a stúrenemjét, és ki is hozzánk. Szerencsénk volt, hogy a stúrenemjének a második lövedéke az előttünk csapódott be a földbe. Így megvan az első tegünk, és már is ezen sebzés körül járunk. Igen, a Type 58-tól kapott a sebzést, utána a Pig is egy, és a Type 58 is egy pattant róla. Ja, most elég sokakat felfedeztek ott előttünk, ugye az ellenséges csapat, aki ezen az oldalon támadna bennünket. Igen, konkrétan az SU-152-et, a Type 58-at, T-29-et, a Pig is egyet és a játékot. Igen, tehát egyelőre mi nem tudunk segíteni a csapattársainknak, hiszen újra töltünk, gyakorlatosan hosszú az újra töltési idő, de kevesebb mint 10 másodperc van és újra csapatkoztatunk a csapához. Igen, ezért jó, hogyha van töltékosító a defenszágon, ahol hamarabb tud segíteni a csapattársaknak. Na, T29 kedvesen oldalra folytotta nekünk a tornyát, úgyhogy be is sikerültünk belül. A második az nem talált, a harmadik is, a negyedik bement, és most tudom vissza a következő lövés után. Sajnos elszenvedett két találatot is. Ami elkerült lehetett volna, úgyis, hogyha a másik lövésségnél utána, hogyha visszavonul, akkor mind a T-29, mind a Tigisektől nem kapta volna be ezt a lövést. Így most felségesen elpocsékolt 500 HP-től. Sikeresen az ellenfél megfelezte az életünket, de ahogy a továbbiakban láthatjátok, ez egyáltalán nem fogja zavarni Otepet abban, hogy
elképesztő csatát vívjon. Nem akarom lelőni a point előre. Na hát, ugye újra tárazunk. Kevesebb, mint 10 másodperc. Igen. És az ellenfél nem tudja azt, hogy itt OTP csak ketten voltak itt. Még ők ott négyen is ott voltak, és ezt nem tudták, nem rásoltak rá. És ezt kihasználták szép OTP-t. Igen, úgy egyáltalán és nagyon kevés tankvadászunk volt. Ugye az is a 152, a 122-44, illetve a két helket. Na most négyőjük közül már hármunkat kilőtték. És ezért az A9 A0-ban, ahol felszoktak állni a TD-k ezen a pályán, nincsen semmiféle védelmi. Így van, egyedül csak a Okepen kívül a T-32 volt itt vele. És ott megint volt, hogy kiiktasd az elefeket. Ugye és a túloldal nagy a veszélyesnál, 8-60 ezek az ellenfél. És hogyha az ellenfél áttör, akkor itt már nagy bajba lesznek, és akkor már két oldalról kellene védekezni. Igen, szerencsére Otep is belátta, hogy ennél a domnál nem igen érdemes tovább menni, hiszen az ellenfél még tele van TD-kkel, de tényleg Warszig Wattenkrieger, 152 vannak még ott, akik komolyabb veszélyt jelentenek. Tehát nem érdemes ennél sokkal tovább menni. Igen, de viszont ahogy a minimakról figyeljük, a Warszig meg a 152 dokkolt egy gyerekben. Igen. Sikerült a T-29-ot kivégezni, és aztán megvan a harmadik frag. Illetve a negyedik is éppen 30-en a helyeken, és most jön a negyedik. Tájtörnek volt, akik az előre megvizsgáltak. Igen, először partak, utána a székek 16 HP-re lehagyta. És most már lassan 2100 és is nőtt a... Remek, remeket triplázott voltak. Ugye ez köszönhető annak, hogy a partjövedéknek nagyon gyorsan rá tudok szólni az ellenfélre. Igazából ebben egyet az A-nyúszak fantasztikus eleje. Igen, hát nagyon sokan utálják, hogyha a csomó A-nyúsz 500, 1000 PSZ-nek ilyen vezetnek a nagyobb testvéreivel találkoznak, ugyanis egy ilyen raj megindul egy a nem dobtásokkal szemben, akkor egyszerűen körbeveszi és szanaszétlődik őket. Igen, meg károkat tudjuk törni. Na hát 9-11 az állás, elég rosszul állunk. Viszont az AT-15 megjelent az oldalunkon, és egy elég vicces jelenet, ahogy ezt kell csinálni. Szépen eláncoljuk, és három lövésből meg is hal az AT-15. Megvan az ötödik kill, illetve közel 2008-as sebzés. Ez már egy remek meccsig érkezik, viszont nagyon vesztésre állunk. Igen, 12-10 vezet az ellenfél. Itt már csak a másik 50%, illetve a T-32 maradt már csak életben. És Otep újra tölt. Hogyha ezt a tankot választjátok, és tudtok vele játszani, akkor szokjátok meg ezt a képernyőt, ugyanis rengetegszer szükség lesz arra, hogy újra töltsetek, még akkor is, hogyha esetleg 1-2-3 lövedék még van a tárban. Mindenképpen el kell bújni és teli tölteni a tárat újra. Így van, nagyon fontos, hogy mindig, hogyha egy tankot kilőttük és rá akar menni a következőre, akkor érdemes újra tárazni. Ugyanis nem szabad abba hibába esni, hogy újra tárazat nélkül rátámunk az ellenfélre, és mondjuk egy lövés hiányozni, ahogy kiiktassuk. De a újratározás hiánya miatt ezt nem tudjuk megtenni. Sajnos elég kellemetlen szituációkat okozhat ez. Én arra sarkalnék mindenkit, hogy ezt tegye meg. Na közben az ellenséges AMX 500, hát tudjuk, hogy ott van a ház mögött, de egyelőre még nem jött elő. Igen, nagyon szépen elbújt. De látjuk azt, hogy majd oda néz Otep, ahol ki fog lesni egy kicsit, mert ott az felszpotolva, mint láthatjátok, ott volt. De onnan eljött és ez nem akar kijönni, de végül csak kijött elő. Remek pontos lövésre sikerült kiiktatni, és ezzel megvan a token. És akkor innentől kezdve kezdődik el a csapának az a része, amikor iszonyatosan szerencséje lesz a csapatunknak. T-25-2 először leláncolva, eltűnik róla a spot, de ezt talál.
Ez valószínűleg pattan, mert már meghalt volna, és az utolsó lövésre sikerül megsemmisíteni. Megvan a hetedik kill. Igen, nagyon szépen csinálta ott, tehát nagyon jól tudta az, hogy még úgyis ott lesz a Theus Repel 2, és nem várta meg az újra felszpottolja, hanem vaktában is odalőtt. És újra tárazunk. Igen, a szokásos macera. Hát, igen, ez az egyik nagy hátránya az 50-100 meg a doktárosoknak, ez a hosszú töltési idő. Hát 12-12 az állás. Van az ellenfélnek még egy FVA-tia. Nagyon nem szeretem azt a tankot. Egy Su-152, illetve egy Borsig Wattentrager, aki, hogyha jól játszik, akkor még le is tudja hozni a meccset két AMX ellen. De szerencsénk van, ugyanis ahogy láthatjátok a T-25-2, illetve most a Borsig is egyedül próbál neki menni az ellenfélnek, ugye nekünk. És ez hatalmasnak hiba. Igen. Az NFL következő nagy hibát, hogy hiába volt létszámfelében, nem használta ki, hogy egyszerre rátámadnak, és így beírni az NFL-eket, hanem szépen egyesével újban sokkal veszeket történik. A második lövés kigyújtotta a borszigot, és sikerült és megölni. A T-32 sajnos elhullott a csatában, de majd a statisztikákat tekintve látni fogjátok, hogy azért ő is remekül játszott. Igen, nagyon sokat tett azért, hogy, hogy ez a csata így alakuljon. Ugye itt már csak a Su-152, illetve az FBA maradt, és már az NFL borszítól már jön is a megnyilvánulása, hogy az AMX-ünk kemperkedett. Igen, érdemes lesz olvasni, felhívnám már külön a figyelmet, a chatot, hiszen remek kis párbeszéd fog lezajlani. Én amikor ezt először olvastam, akkor nagyon nevettem rajta. És visszajövünk a bázisra, ugyanis számítunk arra, hogy a Su-152 vagy az FV megpróbál majd minket lerohanni, úgy, mint a buta barátaik. Ez viszont nem így lesz, és Otep úgy dönt, hogy akkor keressük meg azt a két nyavajást. Igen, elindultak szépen a gyerek felé, ugyanis a Su-152 ott volt az utoljára felfedezve. De ott majd egy meglepetés fogja élni őket, majd meglátjátok, hogy mi lesz ez a meglepetés. Majd óvatosan kell bánniuk a Su-152-vel, hiszen egy kékjátékos vezeti azt a tankot. Tudom, hogy sokan nem szeretik, hogyha ez alapján soroljuk be a játékosokat, de sok esetben bejön, higgyétek el. Tehát egy olyan játékos, aki ilyen statisztikákkal mutatkozik és játszik, az valószínűleg ismeri a tankját, és ismeri azt, hogy az ellenséges tankot hol lehet belőni. Ellentétben például egy piros játékossal, aki elképzelhető, hogy vaktában legyőzött. Igen. Hát nem mindig lehet ezzel a pontosan az emberket, de nagyon sokszor be lehet hívatott és emocik, hogy milyen játékot, és nem véletlenül van ezek a hatékonysági mutatók. Most megérkeztünk G1-be, és kivel találkozunk itt? Itt az FV! Hú, gyilkold le ott! És gyönyörű ram! És úgy, milyen szerencséje van ott ennek? Te ramolja, és a 280 életből egy maradt neki, úgyhogy kétre volt egy lőszer rápazarolni. De ez már a 9. kiak. Fantasztikus csatát ment Otep, és ugye már csak az ISU 152 van, illetve az AMX barátunk, ő kicsit közelebb jár az ellenséges bázishoz, és kapott egyet. Na és most jelent meg az ISU. Ugye hát... Simasszú. Igen, soha az 252. De ugye barátunknak már nem jelent problémát, a táras tanként is ki is végezte a 252-t. Na hát, 4000 sebzés felett végeztünk a csatában, illetve 9 kill-lel, ami kiemelendő, hiszen fantasztikus eredmény. Az 1/5-ét, sőt, a 3/5-ét gyilkolta meg az ellenfél csapatának, Otep.
elképesztő meccset ment. Az ilyenekre szoktam azt mondani, hogy csak dőljünk hátra és nézzük. Igen, hát minden összejött neki. Nem sűrűn mennek ilyen csatát az emberek, de néha összejönnek az ilyenek is. Az ilyen csaták azok nagyon élvezetesek. Így van. És akkor nézzük meg, hogy Otep mit is alkotott ebben a csatában. Megkapta a tankászmester jelvényt, a Ready Waters medált, a nagy kalibert, illetve a Top Gun-t. Így van, prémium nélkül 67.416 leítet kapott, illetve 1431 felkiáltó jellel ugye XP-t, ami fantasztikus eredmény, képzeljétek el ezt egy ötszörös szavazós csatánál. Igen, ez jól jött volna, ötszörös elszorozva prémiummal ez. Azt láthatjátok, hogy prémium ez 2100 lett volna, úgyhogy bőven a 10.000 fölött lett volna egy ötszörös szavazásnál. Nos, hát ugye a két AMX 50%-on maradt meg a csatában, ugye Otep, illetve Heldorán. Heldorán is azért a 2200 sebzéssel kivette a részét a csatából, de felhívom figyelmet külön a T-32-re, aki 3244-es sebzett, illetve két ellenséges tankot darált be, és ő is közel 1100 XP-t kapott a csatáért, fantasztikusan közel működött abban, hogy ez a videó létrejöhessen, innen is gratulálunk neki. Illetve hát Otepnek ahhoz a 4262 sebzéshez, ami egyébként T-8-ban nem olyan fantasztikusan sok, hiszen látunk már ennél sokkal többet is, de... Így is nagyon jó sebzés ez. De így is nagyon szép sebzés, illetve hát a 9 frag, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Így van, és akiket meglőtt, azokat ki is végezte. Visszaemlékeztek a japán zeles videóba. Nekem ez a fordítottja volt, én mindenkit meglőttem, csak nem én lőttem le a végén őket. Úgyhogy itt volt az ellenben a fordító példája, hogy azért így is lehet csinálni, hogy azért akit meglövünk, azt mi is öljük meg. Így van. Hatalmas gratuláció Otepnek. Nagyon örültünk ennek a visszajátszásnak, hogy megkaptuk. És buzdítanánk titeket arra, hogy küldjetek mindannyian nekünk visszajátszásokat, és ha van hasonló, vagy bármilyen vicces, poénos visszajátszásotok, akkor mi azt megcsináljuk, és hasonlóképpen fel fogjuk tenni a csatornánkra. Amennyiben tetszett ez a mostani, akkor kérlek, lájkoljatok bennünket a Facebookon, lájkoljátok a videót, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Így van. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!